A belügyminisztériumi rendelet február 19-én jelent meg a Magyar Közlönyben, ami tartalmazza, hogy feltételeknek megfelelő önkormányzatok milyen összegű kormányzati támogatásra számíthatnak, és azt mire használhatják fel az elkövetkezendő években. Ennek alapján a kötelező feladatokhoz kapcsolódó tevékenység megvalósítására köthetnek szerződést. Ezek közé tartozik az intézményi hálózat fejlesztése és korszerűsítése, út- és hídépítés, valamint az összeget különböző felújításokra fordíthatják. A nagyközségben az idei esztendőben valósítják meg a szennyvíz elvezetési rendszer kiépítését, melynek során néhány utca aszfaltburkolata jelentősen sérül. Bár a helyreállításra rendelkezésre áll a projekthez pénz, azonban ez kevés a teljes és jó minőségű munka elvégzéséhez. Ezért a 112 millió forint kormányzati támogatásból utakat építene a Taktaharkányi önkormányzat. A 2014. második hó 19. EBM rendelet szerint Taktaharkány nagyközség önkormányzata az adósság konszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatásáról szóló rendelet szerint a 3-tól 5000 főtelepülési listába esik, vagy csoportosulásba esik, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat 112 millió forint támogatásban fog részesülni, amit a BM rendelet szerint meghatározott fejlesztésekre fordíthat. Miután Taktaharkány nagyközség önkormányzata Taktaszadával együtt egy nagy beruházás előtt áll, ami sok-sok problémával fog járni, mint minden szennyvízberuházás, ami bőven meghaladja az 1,8 milliárd forintot. Mi ezt az összeget, és ahogyan hallottam, Taktaszada is, de helyettük én nyilván nem nyilatkozom, az utak helyreállítására szeretnénk fordítani mind a 112 millió forintot. Először voltak még más tervek is, azt a hiánypótlás alapján a belügyminisztérium nem engedte. A mai átdolgozás után a teljes 112 millió forintot utak rendbetételére, aszfaltozására, javítására szeretné az önkormányzat fordítani, amennyiben ezt a pénzt megkapja a magyar államtól. Ez nyilván ez nem a egyszerű, hiszen az újságcikkek szerint is, meg a BM rendelet szerint is látjuk, hogy a 2000 fő alatti települések lesznek azok, akit először ebből a pénzből, ami 50 milliárd forint 4 évre széthúzva, ezt a több mint 1000 települést, akik Magyarországon nem adósodtak el, ezzel, ha lehet ezt a szót mondani, kárpótolják, segítik, erkölcsileg, morálisan rendbe teszik. Hát néhány mondat hozzá a felhasználáson túl. Ezek a települések között vannak sok kicsi, aki nem is adósodhatott el, de bizony vannak jócskán nagyok is, ahogyan adottam egy listát, akik 5000 fő fölött vannak, sőt 10000 fölött is vannak, akik nagyon jól gazdálkodtak, és nem hivatkoztak arra, hogy az önkormányzatok finanszírozása, rossz finanszírozása miatt adósodtak el, hanem azért, mert megtettek olyan lépéseket, és úgy gazdálkodtak és takarékoskodtak, ami bizony egyrészt sokszor hálátlan, másrészt pedig az ott dolgozók, illetve a lakosság vállalt úgy áldozatokat, ami a többi helyen nem mondható el. Én azt is tudom jól, hogy ezek a települések önerőből, akiket hitel konszolidáltak, és még egyszer a hitelt nem engedték el, hanem az állam vállalta át, ettől az adósság tehettől önerőből soha nem tudtak volna megszabadulni, tehát valaminek történnie kellett, egyszerűen szerintem nem is volt más út. A másik pedig, amit még ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy véleményem szerint azért a következmények nélküli sok helyen felőtlen gazdálkodás, azért bizony az a saját véleményem, hogy azért súlyos és véleményem szerint nem pozitív erkölcsi dolgokat is vonhat maga után. Mert folytathatnánk ezt a gondolatsort, még érdemes azért erről beszélni. Ez csak kérdésként ül fel bennem, hogy ugyan a meghozott intézkedések ezek után majd felelős gazdálkodásra fognak-e serkenteni. Mert már most azt tapasztaljuk és látjuk a térségben is, meg az országban is, hogy már nyújtanak be önkormányzatok, már nem önhigiénének nevezik, hiszen kínos lenne ez a szó, hanem másnak. Erre mindenfajta indokkal pénzt kérve az egyébként sem gazdag magyar államkincstártól, vagy a magyar államtól, mikor lesz akkor ennek vége.
És ugyanakkor pedig én azt is el tudom fogadni, hogy az ország teherbíró képessége annyi, hogy mi ebből, ez a több mint 1000 település, 50 milliárd forintot kap 4 évre széthúzva. De azért, ha megnézik azt az anyagot, amit adattam, hol van ez a lista, meg ez az összeg, ahhoz a közel 1200 milliárd forinthoz, amit az állam átvállalt az önkormányzatoktól Magyarországon, és aminek a nagy részét, ha megnézzük a listát, valljuk őszintén, Budapest halmozta föl, meg a nagyvárosok. És nem tudom egyébként mással zárni, mint Széchenyi Istvánnal, nem azért, mert őt szokás most idézni, mert szerintem ez egy remek gondolat, hogy az, ki jó gazda hírében akar állani, az bevételeinél mindig kevesebbet kölcsön. Az önkormányzatok nehéz feladat előtt állnak, hiszen csak abban az esetben számíthatnak a lakosságszám alapján megítélt összegre, ha március 6-án 16 óráig rögzítették az információs rendszerben a kérelmet, melyet legkésőbb március 7-ig postára is kellett adniuk. Taktaharkány község önkormányzata az előzetes számítások alapján 420 millió forintra számított, azonban a nagy község a lakosság száma alapján, ami 3800 fő körüli, 112 millió jut több évre elosztva. A Szerencsés kistérség települései közül Taktaharkány, Taktaszada, Tiszalóc és Rátka részesül a kormányzati támogatásból, mert az elmúlt években nem halmoztak fel adósságot az önkormányzatok.